család és ők egy párt alkotnak, úgyhogy nem csak az olvasók szívét fogtátok meg, hanem összehoztatok egy családot. Ha megengedik, akkor én is leülök, és ővel fogom beszélgetni. Előtte még két mondatot hadd mondjak erről a könyvről, azoknak, akik esetleg nem találkoztak még vele. Az a címe, hogy Munkerrajzoló Mikó Marcell élettörténet rekonstrukció. Az, hogy élettörténet rekonstrukció, az van a legkisebb betűvel írva a könyvnek a borítójára, a címlapjára, pedig az a legfontosabb része valójában ennek, vagy mondjuk számomra a legfontosabb, ez egy műfaj. Ugyanis ez a könyv, ez a Marci életéről szól, de ez nem egy életrajz. Tehát itt nem arról van szó, hogy a József Attila díjas író, meg szociográfus író az itt le, és akkor így megalkotja a monográfiát, hanem a Géczi János a 80-as évek elején kifejlesztett egy ilyen szociográfikus irodalmi műfajt, ami emberek életéről mesél, de valójában nem kívülről, hanem a János elmesélteti az interjú alanyaikkal a saját életüket, és utána azt írja meg, hogy az alanynak a múltja hogy képződik meg ő benne. Tehát ez nem arról szól, hogy Marcinak milyen volt az élete, hanem ő hogy látja a saját életét, milyennek éri meg. Ugye érezzük a finom distinkciót, hogy az nem mindig ugyanaz. Hogy ebből mi minden következik, remélem, hogy az is kiderül, és akkor én is leülök, és még két mondatot mondok az Jánosnak az első nagy ilyen életrekonstrukció könyvéről, annak az volt a címe, hogy Vad narancsok, négy élettörténet rekonstrukció, 80-as évek elején jelent meg könyvben is, meg előtte egy folyóiratban, hogy az államszocializmus idején vagyunk, megjelent a folyóiratban, na, azt a lapszámot a párt rögtön bezúzatta, aztán nem sokára betiltották magát a lapot is, részben pont amiatt a szöveg miatt. Mert hogy a János nem akárkikkel beszélgetett akkor, amikor a könyv lett, ugye négy élettörténet rekonstrukció, négy sorsról volt szó, ezek mind deviánsok voltak valamilyen módon. Hogy milyen módon, azt mindjárt elmeséltem vele, de egy provokatív kérdést teszek fel. Volt négy sors, és az ötödik életrekonstrukció az a Marcié. Hogy szerinted, amikor megismerkedtetek, akkor azt láttad, hogy hát ez a Marci gyerek is deviánsok vagy. Hát már is rajta van a gitárja madzagomon, ennyibe lehet látni, hogy valóban deviáns, nem mindig azt a másiknak az életében. Én, hát természetesen definíció kérdése az, hogy mit nevezünk deviánsnak, vagy nem. Én a 80-as évek, a 70-as évek legvégén, amikor csináltam ezt a vadmarancsokat, akkor Magyarországon már a szociológusoknak szép jó terepük volt, mert sok-sok felmérést tudtak, meg sok-sok eredményt tudtak nyilvánosságra hozni, és akkor úgy tűnt, az volt akkori elvek alapján, hogy a magyar népességnek a 40%-a pszichiátriailag, orvosilag felügyelet alatt van. Tehát a magyar népesség 40%-át deviánsnak tekintették. Én biológus vagyok, tehát tudom azt, hogy genetikailag plusz-minusz 3% lehet a megfelelő nagyságú populációnak a része deviáns. Kíváncsi voltam, hogy a társadalmilag Közép-Európában deviánsnak minősített emberek és a biológiai lehetséges deviáns emberek közötti különbséget mi okozza. Válaszom most már vén emberként, vagy majdnem vén emberként az, hogy a társadalom teszi deviánsá az embert. Egészen friss adat, tudjuk azt, hogy a magyar kórházakban gondozott embereknek a 70%-a valójában alkohol problémával küzd. Nem neurózissal, nem gyomorfekéllyel, nem mindenféle áttéttel, emögött alkohol probléma van. De erről például nem beszélünk nyilvánosan. Nos, ilyen kérdések foglalkoztattak engem elsősorban, és egy pszichiátrián csináltam meg ezeket a dolgokat. Én ezeket az embereket nem tartottam deviánsnak. Úgy gondolom, hogy ebből következik az, hogy Marci sem tartottam annak. Az az ember, aki a bármilyen szerintem társadalmi jogból
ne süllyed, vagy lesüllyesztettük a pokornak az aljára. És az az ember, aki a saját magát a szarból ki tudja hajánál fogva húzni, fel tud építeni egy zenekart, karrierre tud vinni, egy nemzedéknek a hangját meg tudja adni, azt nevezhetjük. És miért nevezzük, hogyha ismerjük ezt az országot, bárkit ki tud. Lehet, hogy holnap én vagyok a deviáns, mert kopasz vagyok, vagy mert kékszemű vagyok. Nevezhetjük tehát deviánsnak, én nem tartom annak. Ugye ez nagyon fontos, hogy még a 80-as évekbeli szociodrámáknak volt egy ilyen híve, hogy a társadalom magára hagyja, az ember nem találja a helyét, akkor jön az alkohol, meg a iszés, és az emberek elpusztulnak. A Marci története az egy sikeres megküzdési történet, mert hogy utána arról a tipikus útról, amelyen mondjuk a szociodrámák hősei is mozognak, ő ellépett. De hogy pontosan mi az út, arról Marcit kérdezem most meg, azt mondta János, hogy és akkor a pokol. Az, hogy a te életednek volt pokla, azt igazából nem a könyvből ismerhettük meg, mert mintha a Vatfutti teljes szövegbázisa, az így ennek a pokolnak az újra és újra elbeszélése lenne, vagyis te az élettörténet rekonstrukcióidat valójában már a Jánossal való megismerkedésetek előtt is elkezdted írni, de mikor volt az először, amikor azt érezted, hogy itt valami baj van, és neked akkor jó, hogyha arról beszélsz, arról a bajról. Megvan ez a pillanat, hogy már nem csak megélem, hanem van egy ilyen reflektált baj, hogy én tudom, hogy itt pázzeg ez valami. Hát ez így nincsen, de ez így nincsen, és akkor, hogyha beszélünk róla, akkor jó, attól jobb lesz. Vagy jobb lett ettől, vagy hogyan jött az, hogy a saját élményeiről nyilván először dalszövegek születtek. Nem a dalszövegeknél jöttem rá, hanem amikor először álltam pszichológushoz, mert hát az volt, hogy a fősúli után, illetve a fősúli vége felé kezdtem azt érezni, hogy jobban szorongok. És hogy ennek valahogy így nem tudtam így megállt parancsolni, és ez engem egy elképesztő módon zavar, ez nyilván mindenki nagyon zavar, hogyha szorong. Ugye a szorongás az olyan félelem, aminek nincs tárgya. És ugye azt éreztem folyton, hát akkor még rá tudtam fogni az államvizsgára, hogy most biztos attól félek nagyon. De hogy amikor levizsgáztam, még akkor is nagyon féltem tovább. És ugye ennek így nem akart vége lenni, és hogy hát igazából nem tudtam, hogy mi történik velem. És emlékszem, hogy egyik orvostól a másikhoz kerültem. De ennek én valami nefél tünetei folyton pisilni kell, nem tudsz aludni, meg nem tudom, és akkor nem vettek tőlem vért, meg ilyenek. És nem tudom, szerintem már jó két hónapja már így nem aludtam. Tehát, hogy az már egy sok. Tehát valamennyit biztos, de hogy így nem. És akkor egyszer megkérdezte tőlem, emlékszem, a körzeti orvos, az Eszti néni. Megkérdezte, hogy gyerek, te nem drogoztál? És hát drogozott. Mindenki drogozott a főiskolában. Hát, persze. De hogy nem, hát. Én műkedvelő, én. Mert te neked ilyen, szerintem neked elvonási tüneteid vannak. És persze nem voltak elvonási tüneteid, de mondta, hogy menjek le a pszichiátriára majd ott. És leváltam, és így mondtam, hát, hogy nem alszol meg, és mondták, hogy itt a helyed. Nagyon jó helyen vagy. És úgy kezdődik egy ilyen pszichiátriai kezelés, hogy az embernek először felírnak gyógyszereket, ami még nem végköteles. Tehát kapsz ilyen, nem tudom, ilyen gyógynövényes, kb. A homeopátiánál egy szinten feljebb van. Ilyen gyógynövényes, emlékszem, akkor még egy hónapig szedtem a gyógynövényest. És viszont azt mondom, hogy ne szórakozzon a hálának, mindjárt megőrülök, addigra már ilyen fekete-fehérbe láttam kb. És akkor megkaptam az első ilyen haltatókat, nyugtatókat, stb. És hát egy ideig eltart, amíg beállítják azt a koktélt, amitől képes vagy funkcionálni. Én emlékszem, hogy hát ez ilyen nekem áprilistól decemberig kb. Így volt egy ilyen kanosszajárásom, és akkor majd pedig beállítottak valami gyógyszert, amit így folyamatosan szedjek, aztán viszlát. És akkor szedtem, aztán nem tudom, néhány év múlva megjött egy ilyen krach, és akkor egy haverom a drogambulancián dolgozott. Én akkor már népszerű rockstar voltam, és hogy
egy drogambulancián dolgozott egy haverom, még pszichológus, és ő mondta nekem, hát, hogy van itt Veszprémben egy ilyen lehetőség, hogy el lehet ide jönni, és hogy vannak ott szakemberek, fiatal szakemberek, akik talán tudnának segíteni. És akkor elmentem, és tulajdonképpen az volt a segítség, hogy leültem, és igyekeztek kérdezgetni. Hát akkor most meséljek magamról. És tulajdonképpen akkor jöttem rá az első ilyen beszélgetés után, az, hogyha beszélek magamról, akkor könnyebb. Tehát én amikor a dalszöveget írtam, akkor az csak úgy szívből. János azt mondta az egyik első a könyvhöz kapcsolódó interjúban, hogy azon túl, hogy a Marcinak és a Jánosnak egy nagyon közeli személyes kapcsolata van, majd meg fogom kérdezni, hogy ez hogy tudott kialakulni. De hogy azon túl azt mondta ebben az interjúban János, hogy persze a Marci története nagyon érdekes, de hogy őt, mint írót nem csak emiatt az egy történet miatt érdekli, hanem azért, mert egy egész generációnak a helyzetéről ad egy képet, és ott volt egy ilyen kifejezés, hogy a magára hagyott generáció. Ez beszélsz erről egy kicsit, János, hogy ez mi a magára hagyott generáció? Amikor azt a vadnarancsokat csináltuk, vagy csináltam, azért nem tudom többes számban, mert hogy ahogy, tehát ott egyébben pszichológusokkal, pszichiáterekkel, orvosokkal, ápolókkal dolgoztunk egyet, meg a akkor még betegeknek tekintett emberekkel, tehát ez egy közös alkotás volt, az, hogy az én nevemmel van éppen jelenszer az a legfeljebb az európai kultúrát jellemzi. Nos, amikor ezt a vadnarancsokat csináltuk, akkor nagyon gyorsan kiderült, hogy ez egy nemzetéki látlelet. Tehát a mi 70-es, 80-as éveink a margóra kerülésnek, az ország leendő értelmiségének a margó létéről szólt. És kíváncsi voltam aztán arra, hogy a mi gyerekeink,